Üdvözlök mindenkit, Prübelszki Péter vagyok, a BEDNAR Magyarországi Értékesítési Vezetője. Jelenleg Mezőhegyesen vagyunk, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt-nél, ahol 2 darab 14 méteres Swifter SM kompaktor dolgozik egy táblába, 2 darab KZA Quattrac 620 lóerős traktorral együtt. Itt van velem Makó Endre, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt műszaki osztályvezetője. Szia Endre! Üdvözöllek! Most pedig egy pár szóba megkérnélek, hogy mondj véleményt a gépekről, kérlek, hogyan is került ide a BEDNAR hozzátok, illetve mi a tapasztalatotok vele? Köszönöm szépen, nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit. A BEDNAR, mint munkagép 2019-ben került a Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt-hez. Maga a gép kiválasztásában nagyon sokat játszott szerepet, hogy egy volt a erőgép és a munkagépnek a forgalmazója, így ebből adódóan egy komplett gép családot, ha fogalmazhatok így, sikerült megvásárolni, és a használattal pedig beigazolódott, hogy a választásunk összességében jónak mondható, hiszen mind a kész traktorokkal, mind pedig a mögéjük kapcsolt BEDNAR eszközökkel igazából jó tapasztalatokat sikerült szerezni. Viszonylag nagy területeket, összefüggő területeket sikerül egy-egy munka folyamat alatt megvalósítani. Intenzív használat mellett sokszor 24 órákban mennek a gépek, és igazából bírják a strapát, a nyúzópróbát úgymond jó értelemben pozitívan vették. Amit még megemlítenék, hogy mind a forgalmazás felett az alkatrészellátás, illetve maga a szervizeléssel is összességben elégedettek vagyunk. Korrekt, jól működő szervezet és eddig igazából pozitív tapasztalatokat tudtunk. Kellően fő tudtuk a szezonra készíteni a gépeket, illetve utána pedig a munkák elindulásával gond nélkül zökkenőmentesen vittük végig az eddigi munkákat. Nagyon szépen köszönjük. Itt a két darab Swifterről, amint látható, elég szép látványt mutat a két gép egymás mellett. Még megjegyezném itt a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságnál, hogy a cégcsoporthoz igazából tartozik még 2 darab BEDNAR gép, egy Atlas AE 12400-as profi rövidtárcsa és egy 12 méteres EFECTA vetőgép. Endre, kérlek még egy pár szóba ezekről a gépekről is mondj véleményt. Mielőtt válaszolnák, annyit, hogy ahol most állunk, ez egy szántás elmunkálóval szántott terület, nagyon jó minőségű talaj, időben kellő ideális körülmények között lett a szántás elvégezve, és itt, amit a gépek végeznek, az igazából most az első szántás követő művelet, szántás elmunkálás részben műtrágya bedolgozás, de szinte, ahogy látható, magány minőségű teretet hagynak maguk után az eszközök, a gépek. A egyik gépet 19-ben vásároltuk, míg 2 évre rá lett a másik erő, illetve hozzákapcsolt Swifter munkagép, valamint szintén tavaly évben sikerült az Atlasztrát, döntöttünk az Atlasztrácsa mellett, és ennek az egyik fő oka a Swifterek, ugye, hogy kellő minőségben, illetve konstrukcióban lettek elkészítve, összeállítva, összerakva. A Atlasztárcsával is összességben nagyon-nagyon jó tapasztalatunk volt. Az első szezonban jelentős területen használtuk, és csupa-csupa ideális szép munkát sikerült vele végezni. Illetve a vetőgép, ami a vetési szezon legkezdetére érkezett meg a tavalyi évben, lucernát telepítettünk vele, őszi telepítést, valamint különböző gabonafélék magjait raktuk el, vetettük el. A tavasz időszakban szintén tervezünk vetni némi kis kalászos, valamint elképzelhető, hogy a csapadékhiánynak köszönhetően a lucernák egy részét majd fölül kell, hogy vessük. A dupla gabona, illetve tripla gabona sortávra is alkalmas, amelyet kipróbáltunk, valamint a művelő nyom vetését is, tehát a művelő nyom kihagyását is tudtuk itt a vetéskor alkalmazni. És tényleg a pici apró magtól a viszonylag nagy magmagig, a pici magmennyiségtől a nagy magmennyiségig gond nélkül szép egyenletes kelések láthatók a vetőgép után. Endre, nagyon szépen köszönöm a véleményt az összes gépről, kívánok sok sikert erre az évre, köszönöm. És
hivamentes munkaórákat a gépekkel. És csapadékot. És csapadékot. Nagyon szépen. Nagyon szegény. Igen, igen. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, további farm vlogokkal fogunk jelentkezni. Viszontlátásra!